Máté, három gyors van hátra a Miskolc Rallyból. Milyen volt eddig a versenyetek? Tegnapi nap nagyon elóvatoskodtunk, mert fék problémánk volt már az első gyorson. Úgyhogy azt sikerült már megjavítani, de tegnap végig fék hibával mentünk. Az egy kicsit a lefelébe azért megijesztett, és most már pedig ezen a gyorsan végre úgy érzem, hogy tudtuk azt az autózni, amit én szeretek és magamtól elvárok. Az első két gyors azért a sok kihordás miatt azért okozott egy kis meglepetést és fejfájást, de azt elspóroltuk. Most az igazi volt. Utolsó körre állítotok valamit futóműven, vagy gumicserén, vagy nyitok a gumin? Nem, én most 3 éve nem mentem ezzel az autó, hogy a Budapest Rally mentem egy verseny, hogy visszakerült hozzám az autó, most újra barátkozunk az autóval. Én nekem még kell az egy pár kilométer, hogy összeálljon a dolog, tesztelni nem tudtunk. Orfűn mentünk egy párat, de ott egy új navigátort tanítottam, tehát az inkább arról szólt. Majd szerintem, ha vége nekem a szezonnak az üzletbe, és lesz időm a versenyzésre is foglalkozni, és nem csak az üzletből rohanok le a versenypályára, akkor át tudunk egy kicsit jobban készülni, és akkor fogom tudni hozni a régi formámat. Teljes szezon tervezel az idei évre? Amennyiben a szövetség hagyja, hogy ezzel a őskövülettel menjek, elég hátrányunk van nekünk abból, hogy ez a technika már nem egy mai darab, akkor igen, akkor megyünk egész évbe. Hogyha a szövetség olyan döntést hoz, akkor külföldön fogunk menni. Köszönöm szépen, és jó munkát az utolsó körre! Köszönjük szépen!